Hát, hello, sziasztok, én Jofi vagyok, és ez itt az Estate Agent Simulator. Neki állunk, aztán mindenfele nézegetünk, hogy tudnánk pénzt szerezni, hát ma próbáljuk meg ingatlanba. Hát, hogyha sikerül. Ugye autóba már próbálkozunk, farmal próbálkozunk, különböző junkyardban már próbálkozunk, mindenből próbálkozunk már pénzt csinálni, de még ingatlannal nem foglalkoztunk, úgyhogy most akkor vágjunk bele ebbe a játékba. Azt mondja, hogy legyen normál, napi ciklus legyen normál, aztán majd meglátjuk, hogy elég lesz egy nap erre folytatás. Na, és akkor kik legyünk? István, Gábor, Zoltán, Sándor Ferenc. Nem egy tipikus. Na mindegy, oké. Azt mondja Norbert, Gergely, és mindegyiknél van, gondolom, pénzkereset, kereskedelmi tulajdonság, szerencsefaktor. Meg hát a sebesség, az nem tudom, milyen gyorsan megy, vagy milyen gyorsan tudja eladni a lakásokat, vagy nem tudom. Na nézzük meg, hát kereskedni jól tudjunk, ugye, abból majd lesz pénzünk, szerencsénk is legyen azért nagyjából, én úgy gondolom. Hát nem is tudom, nem is talán ez a Ferenc lenne az, aki eléggé szerencsés, kereskedelemben is elég jó, hát pénz az meg majd lesz. Sebesség az meg nem tudom mennyire számít. Legyen ez a karakter. Adjunk egy nevet. Mondjuk. És akkor válassza ki a feleségét. Hoppá, hoppá, hát lesz feleség is. Eszter, Hanna, Luca, Laura, Lili, Zsófia és Gréta. Jó. Hát ezt nem is tudom. Mindegyik szép csaj, nem? Srácok. Hanna az még egy kicsit olyan fiatalos. Eszter az már olyan megfontoltabb, családanyag kinézetű. Luca is amúgy. Laura is olyan kis fiataloska. Lili, na talán ez egy kicsit öregebb generáció, Lili. Legyen a Lili, na én is az vagyok, öregebb generáció. Jó, maradhat Lili a neve. Na, és akkor lássuk. Elmehetsz egy kereskedésbe, és vásárolhatsz, eladhatsz egy opa autót is lehet vásárolni, meg eladni. Na, oké. De hát nem ez lesz az első számú biznisz, srácok. No, és itt is vagyunk. Veszek még egy kis hangot le belőle. A zene egyáltalán nem kell, és akkor talán így jó lesz. Várjál. Még ezt lefelezzük. Hát, nem tudom, egy ilyen elég hülye háttérzaj van. Na és akkor van egy tutoriál, hogy nyisd ki a bőröndöt és vedd el a pénzt. Hoppá, bőröndbe pénz van. Nem is kevés, gyerekek, vedd el a pénzt. 40 ezer dollárral fogunk indítani. Ott van Lilinek a képe, oké, Lili, meg ő Lili. Bemutatom a feleségem, Lili. Hát na, a képen nem ilyen volt. Na mindegy, hello Lilike. Oké, nyomjuk meg a tabot. Aha, és akkor lesz leltárunk. Van egy szénsavas üdítőnk, egy chipsünk, egy fánkunk, meg egy kis sült krumpli, hát ha megéhezünk. Hát a karakterünk elég szerencsétlenül néz ki, de hát ezzel most ne foglalkozzunk, srácok. Oké, ezt is megcsináljuk. Van még tutoriál? Igen, az M gombbal. Aha, itt a város, ahol vagyunk, vagy ahol élünk és bizniszelünk. Azt mondja, hogy itt az otthon, meg az iroda. Van benzinkút, tudunk vásárolni, mit tudom én. Minden szerdán csak. Aha, jó. Lovakboltja. Kaszinó van. Hát, srácok, van itt minden. Jól van. Na és akkor, ja, itt meg tudunk aludni, gondolom. Y. Aha, lesznek skill pointjaink, és akkor tudjuk fejleszteni magunkat. Oké, most már vásárolsz földet, amire házakat építhetsz. Aha, lehet házat is építeni. Ha. Oké. És akkor fölül mutatja, 80% az a kapcsolatunk Lilivel. Hello, Lili. A házunk nincs, és gondolom a 97% fölül az meg az éhségünk, vagy ilyesmi lehet. Menj a megállóba és utazz bárhová. Hát akkor... Opa, mi volt? Éj, de távcsöves puskén, nem lehet használni, nem lehet levenni. Oké, azért körbenézünk a házon. Vagy nem tudunk körbenézni a házunkba? Itt a konyha, hát ezt majd be kell rendeznünk, srácok, mert ez igen szegényes.
Hol leszünk lenn a padlón, mint a japánok? Jó, nekem egyelőre megteszi az is. Na oké, akkor menjünk valahova, utazzunk. Hopp, itt van egy farm szembe. És van egy autónk is, ha jól látom, miénk ez? Még nem lehet beszállni, mert gondolom a tutoriált először meg kell csinálni. Na, és mi ez az autó? Rip autó. Ez szerintem a Kalambónak az autója, nem gyerekek? Tudti, ez a Kalambónak az autója volt valamikor. Ugyanúgy néz ki, mint akkor a sorozatban egyébként, de már nem használják. Peter Falk is meghalt már szegényem. Ez tudti, Kalambó autója volt. Na, ezt majd így meg is jegyezzük magunknak. Na, van itt egy bankautomata, gondolom ebből lehet majd hitelt felvenni, de menjünk már valahova. Oké, otthon iroda, lovakboltja, és akkor, ja, ezek lehetnek a város részek, ahol gondolom lehet vásárolni ingatlan. Te menjünk a Sodericht, Notting Hill, Camden Town. Hát, hova menjünk, srácok? Lovakat még nem akarunk egyelőre venni, szerintem. Akkor nézzünk el Soderichtbe. Oké, hello kutyus. Meg lehet simogatni? Nyom meg és tartsd lenyomva a Q gombot a kerék kijelzőjének megnyitásához és bezárásához. Aha, jó. Galás staminaító, tablet, szivacs, rovarírtó, ecset. És szia, azzal meg lehet integetni? Aha, házak keresése. Keresse házakat a városban ingatlan ügynököt. Keresve. Ingatlan ügynököt keresve. Beszéljen a tulajdonosokkal, és szerezze meg a bérleti jogot egy hónapra, néhány ház eladó. Hát én vagyok az ingatlan ügynök, hello. Oké, hát akkor nézzünk házakat. Hello, hölgyem, nincs eladó háza véletlenül? Nincs? Nincs, oké, viszlát, örültem. Ez itt micsoda? Mi van itt, uram, mi van itt? Ehhez tehetség kell, nincs tehetségem beszélgetni, srácok. Oké, innen meg vehetünk. Aha, vehetünk magunknak kaját az automatát. Kaját az túlzás, de ilyen nasit meg, sört meg ilyesmit. Értem, jó. Na, nézzünk akkor egy ingatlan, srácok, mit szóltok hozzá? Valami olyan ingatlan kéne, nem ilyen, ami ennyire le van pusztulva, hanem egy kicsit olyan, nem tudom. Olyan alsó kategóriának a teteje. Körülbelül, már ez szerintem az alja lehet. Mennyire adja, uram, mennyire adja, azért nézzük meg. 9686 ér adja nekem a lakást, 2 plusz 1 szobás, lakás, butorozott, ja nem butorozott, nincs garázs, távol van az iskolától, távol a várostól, és piszkos is. Hát, uram, köszönjük szépen, de egyelőre akkor nem érdekelne a dolog. Na, ez lehet az szerintem az alsó kategória teteje, megnézzük ezt is. Jó napot! Íj, 47 ezer! 300 négyzetméter, 2 plusz 1 szobás, lakás, nem butorozott, nincs garázs, közepes. Húha, hát ez nem lesz olyan egyszerű, mint én gondoltam. Ezt meg lehet venni, 18.900, és akkor ide lehet építeni. Aha, oké, ismerős az az autó. No. Oké, hát az is egy szép kis házikó, az sajnos nem eladó, vagyis hát nem bérelhető. Na jó, akkor úgy látom, hogy itt vannak egyelőre olyan házak, amik nekünk szóba jöhetnek esetleg. Ezt néztük már, ezúttal 47 ezres? Nem, hopp, na nézzük csak. Notting Hill. 160 négyzetméter, az 2 szobás. Jó, egyelőre akkor... Hát nem is tudom, mivel nyissom, gyerekek. Hát ez meg ehhez képest, ha nézzétek már. Ja, az csak 9600, ezt már néztük, jó. Hej. Oké, ez volt a 47 ezres szerintem. Így van. Maguk ikertestvérek ott szomszéddal? Kérem. Mert ők úgy néznek ki. Hoppá, jó idő van, csókolom. Te meg lóz utána, mi?
A vén szekér, nézd meg, hogy megy utána. Na, nézzük meg ezt, jó napot. 8790. Oké, szerintem valami ilyesmi kategóriát kéne választani össze, mert gondolom ki is kell takarítani, meg akkor, meg nem is bútorozott, azt írják. Van még valahol ki? Nincs. Oké, srácok, akkor belevágunk egy olyan... Hát, verjük el a felét egyelőre, aztán... 47, ez majd később válik nekünk szerintem elérhetővé. Reolator wanted. Igen. Legyen ez, srácok, 15803, 1 plusz 1 szobás lakás. Nem butorozott, nincs garázs, távol van az iskolától, távolabb mindenhonnan távol van, és piszkos is. Hát de valahol el kell kezdeni, nem srácok? De azért próbáljunk megalkudni egy kicsit. Ez az ár egy kicsit magasnak tűnik. Ez túl magas, jó napot. Persze a jó napot úgy, nem? Na nézzük meg ezt. Aha, lehet alkudni, jó. Akkor mit szólna 12 000 dollárhoz? Vagy forint? Vagy, ja nem, dolcsink van, jó. Szóval, első alkú, nem lehetséges, hogy ezt elfogadjam, többet kellene ajánlanod nekem. Nagyon jók, az ára kicsit elgondolkodtat. Jó, mondjuk 13 000-ért odaadja. Jó napot. Na nézzük. Hoppá, 13 000-ért a miénk, srácok, 30 napra. És akkor, piszkos, meg kell, 20 bútor fér elben. Háztakarítás. Na, le kell vakarni, megvásárolt házat kitakaríthatja, az növeli a ház bérletére. Hát természetesen ki fogjuk takarítani, hát ne ügyeskedjetek már. És átlagos bérleti értéke most 1003 és 1007 között van. Na, pucolásszuk csak egy kicsit meg. Pucolázzuk kicsit meg ezt a házikót, és már is megy feljebb az ára, nagyon jó. Ez is kosz? Ez nem kosz. Ez se kosz. Ez a kosz. Vörösbort ráöntötték, vagy ez farahány borsó, vagy én nem tudom mi az, de... Oké. Azt majd össz... Hé, hey, az miért tűnt el? Oké. 66%. Ezt nem lehet. Oké, akkor azt majd szerintem ki kell festenünk, vagy nem tudom. Oké, már csak 59%-ra koszos. Ez nem az, ez nem az, ez nem az. Hol kell szemetet összeszedni? Na várjál. És ezt... Jó, ha festékbolt, az meg 100 dollár. Ijjjj, na várjatok akkor. Van még garázs távirányt, az nem. Hát akkor szerintem takarítsunk még. Még csak ez nyugodtan, de ez már nem számít kosznak. Ezeket közben eltüntetjük. Képzettség, képességpontot is szereztem közben. Oké. És már csak 44%-ra piszkos, de akkor ezt hogy kéne megcsinálni? Hogy ki... Kimeszelem? Vagy ki vigyózom? Festékbolt... nem is tudom milyen legyen. Legyen ez, nem? Oké. Nem áll, mindegyik fal annyiba kerül. Ez mi ez a... Ja nem, ki van festve az egész most már. Oké. Igen. Jó, elég már, köszönjük szépen. Ó, ide kell, nézzétek. Nem mentek el innen, de gyorsan. Randa csonya bogarak. Oké. Itt is feltakarítunk. És már csak 3%-ba koszos. Hogy de mi az a 3%? Hello. Itt kint esetleg valami? Hát nem. Nem látom. Menj haza és aludj. Hát jó van, de hát ki kéne adni a kérót, nem srácok? Hát ha már megvettük, el fog menni egy nap potyára. Na mindegy, el kell mennünk úgyis reggel. Reggel boltba.
aztán kell venni néhány bútort bele szerintem. Az is gondolom, hogy az értékét majd növeli, amennyire ki tudjuk adni. Na oké, srácok, az a lényeg, hogy van egy házunk. Jó, hát nem tudok én itt több piszkot találni se, hogy... Hopp, de volt ott. Az ablak? Akkor ezeket is meg kell pucolni. Igen, ez is megvan. Itt nem kell. Itt sem kell. Akkor itt miért? Itt sem kell. Ez is megvan. Jó, emelet nincs. Oké, ez van itt. Hát akkor gondolom, hogy ez lehet itt egy konyha rész, ez egy ilyen nappali, de majd teszünk tévét, akkor ez nem tudom. Hogy az legyen a konyha. Hát mindegy, ez meg egy háló, az biztos. Elég nagynak tűnik. Na jó. Jó, menjünk haza, srácok, pihenjünk egyet, aztán holnap nem menjünk boltba, csak el ne felejtsük, ebben az építkezési telekkel szemben van a házunk. És akkor hol a busz megálló, ugye az meg odébb lesz. És akkor reggel elmegyünk a boltba, bevásárolunk. Még nincs skill pointom. Szia kutyus! Ehhez is tehetség kell még, jó, oké. Na, szóval iroda, otthon. Menjünk már, Lilike már vár, kész a vatsora. Lehet kutyaházunk is. Oké. Szia Lilike, mi megy a tévébe? Melyik kedvenc sorozatodat nézed? Hello. Mit keresel itt? Hát itt lakok, nem? Csak ülök itt. Oké. Megnézek egy filmet, társaságot tarthatsz nekem. Elfogyott a pénzem, tudnál adni egy kis pénzt? Megnézek egy filmet, társaságot tarthatsz nekem. Na nézzünk meg egy filmet. Oké. Mégiscsak beszélgetünk az asszonyja. Vagy akkor nem nézünk filmet? Hát akkor jó. Akkor menjünk aludni. Nem? Menjünk aludni. Oké. Azt mondja, hogy mi nem tudunk ebből a tabletből megnyitni semmit egyelőre. Jó, akkor aludjunk. Oké, azt mondja, hogy reggel 9 óra. 9 óra, egy ingatlan ügynök ilyen sokáig alszik. Na és akkor nézhetjük, hogy nem kerestünk pénzt. Vagyis hát igen, 40 ezerre indultunk. És már csak 27 ezerünk van. Folytassuk. Azért még nem mindenhol magyar. Hello! Szia Lilike! Jól vagyok, szerelmem, hogy vagy? Jól vagyok, hiányzol. Hát egy tudom, dolgoznom kell. Tudna adni egy kis pénzt? Van 1000 dollárom. Köszönöm, szerelmem. Jó, lenyúltam anyát is 1000 dollárra. Jó, van, oké, akkor már mehetünk a boltba. A boltba. Ez itt micsoda nekünk? Ja, aha, na majd ezt is be kell. Gondolom, hogy akkor a kapcsolatunk is majd úgy fejlődik, hogyha gondolom a házunkat is rendezem azért befele. Na jó. Itemek hordozása. Hosszú távolságokra, hogy szállítasz tárgyakat, a jármű csomagtartójába hagyja őket. Nagyon jó. Akkor megvan az autó. Rendben, de akkor hova menjünk? Baudeba. Hol tudunk vásárolni? Ez a benzinkút, az az iroda. Hoppá, várjatok. Oké. Estate agent, ez az irodánk, srácok. Hello. Oké, itt is össze kell takarítani. Nincs itt egy kuka, kérem. Ja, de van. Azt mondja, papír, ez papír. Yes. Azt mondja, az üveg, szelektív hulladékgyűjtés, srácok. Nagyon jó, ez műanyag, nem? Tegyük a műanyagból. Yes. Oké. És pénzt is kaptunk érte. Beszarás. Bérelj házat. Oké, én már béreltem. Oké. Itt a tabletünk, amit hiányoltam. Jó, vagy itt van? Ja, ez a... Ja, itt könyvelőt lehet fölvenni. Azt mondja, hogy legfeljebb egy könyvelőt alkalmazhatok. A könyvelő másnap kezdi meg a munkát. A könyvelő alkalmazása csökkenti az ön által fizetendő adókulcsot. Hoppácska! És akkor...
akkor ennyivel csökkenjen az adója 20%-kal, és 400 dolcsit kell fizetnem érte 20%-kal. Hát jó, hát először próbáljuk meg a 10%-osat, jó? Fölvesszük, és majd holnap reggel kezd. Yes. A kutyát nem sétáltathatok, vagy nem simogathatok, mert még nincs tehetségem hozzá, de könyvelőt azt már vehetek fel. Na és akkor garázs, itt gondolom, hogy autót lehet bérelni. Na menjünk. Mi? Nitró is van! Ha bocsánat, biztos úr. Nitrós a verda, srácok. Cok. Storage vársz. Ja, itt is akkor lesz aukció. Mit lehet akkor itt? Ez egy vadászmez. Igen. Ez valami vidám park. Na, hol a bót? Gyerekek, hol a bót, ahol lehetne bérelni? Vagy venni? Itt vagyunk, ez az. Azt mennyire van ez tőlünk? Ja, itt, aha, oké. Na, akkor menjünk be, aztán vegyünk egy-két dolgot a házba. Jó napot kívánok! Hello! Szeretnék új butorokat vásárolni. Oké, itt van minden. Na, azt mondja, hogy 20 dolgot vehetek, úgyhogy először is. Akkor vegyünk egy asztalt, az mindenképp kéne. Jó. Akkor utána, hát vegyünk, hűha, elég jó árak vannak, hello. Jó, vegyünk hozzá székeket, valami ócsót. 80 dollár darabja, jó, vegyünk 4-et. 2, 3, 4, oké, 4 székünk is van már. Az már 5 dolog, ugye? Akkor vegyünk 2 fotelt. 6, 7. Vegyünk egy ágyat. 1000 dollár. Akkor már duplát. 8 egyéb. Jó, hát. Na várjatok. 8 dolgunk van már. Hát egy állólámpát mindenképp vegyünk. Dekoráció most nem nagyon kéne. Igen, egyéb mosógép meg ilyenek nincsenek. Kávégép, mikró, na itt vannak, oké. Mi 2500 egy mosógép? Jó, egy tévét kell vennünk 3000-ért. Jaj, gyerekek. Jó, vegyünk egy mosógépet is, egy rossebb, meg egy gáztűzhelyt. De akkor még kéne valami bútor a konyhába is, nem? És kacok, hol van konyha bútor? Jaj, oké, hát ezek egy se konyhából való cucc, vegyünk egy hüttőt is, yes, és akkor, ha jó, vigyük el ezt egyelőre, biztos úr, jó napot kívánok, van ám engedélyem, hogy ide beálljak, van ám, oké. Igen, és azt ezt bele lehet rakni? Azt mondja, igen, bútorok elhelyezése, ismét egy tutoriál. Bérbadan, jó, oké, úgy gondoltam én is. Jó, oké. És akkor... Ja, oké, így bele lehet rakni őket. Nagyon jó. Na várja. Nem így gondoltam. És remélem lehet majd fejleszteni ezt is. Igen, mármint hogy nagyobb legyen a csomagtartó, meg ilyeneket. Az ágy is befér, remélem. Oké, egyik fotel, egy asztal, még egy, ja ez a izé, tévé, eltörik a tévé, gyerekek, a vadi új tévé, LCD tévé, a vadi új. Igen, oké, yes. Ez az, és van még egy lámpánk, meg egy hüttőnk. Remélem ez már befér, srácok. Yes, oké, nincs másunk? Jó, na egyelőre ennyit vegyünk, aztán meglátjuk, hogy... De most hol van a házunk? Ki kéne deríteni, mi? Ott, ja, megvan, ott van, sárga.
ott a sárga, akkor visszafele kell mennünk. Bocsánat, bocsánat. Na, már karácsonyi hangulat van, srácok. Szánkó, karácsonyfa, minden elő van már. Na, mehetünk. Igen. Milyen utca? Bajnai utca. Ó, egy magyar utca nevek vannak, srácok. Nem semmi. Várjatok, itt van a házam, nem? Valami építkezéssel szembe volt. Vagy az a másik oldalon van? Ja, a másik oldalon, oké. Okay. Ah, mennyi kutya van itt? Hello! Minden háznál van kutya. Jajjaj, rendőrs. Jó napot, jó napot. Költöztetünk. Költöztetünk. Na és akkor itt a házam. Ez az én házam. Vagyis hát, na, egy hónapra kivettem. Oké, okay, ugye 25? Igen. Oké, okay, ez az. Na, akkor pakoljunk be. Mondom, pakoljunk be. Igen, mondjuk akkor vigyük először az asztalt. Asztalt, azt lerakjuk, hol rakjuk. Hát mondjuk ez lesz itt a konyha része, akkor legyen valahol itt a nappal is rész. Ó, már is majdnem 2000 dollárt ér a házunk, oké. Okay. Akkor vigyük hozzá be a székeket. Ezt így. Négy szék elég hozzá. Na oké, srácok, vissza kell mennünk a boltba, mert azért itt van még azért, ami hiányzik. Valami mosogató, meg esetleg amire rátesszük a tévét, valami komód, éjjeli szekrények. Még hozhatunk 7 itemet. Úgyhogy akkor elmegyünk, most már majdnem 4000-nél tartunk. Úgyhogy akkor elmegyünk vissza a boltba, aztán még 7 dolgot vehetünk, közben kéne ajánlni is valamit, mert lement az energy-nk. Aj, itt voltam az előbb. Ej. Menj haza és aludj. Ah, nem áll, hát munka van, gyerekek. Nem érek én rá aludni. Mutatja valahol mennyi az idő? Nem mutatja. Én most hol kóbászolok éppen? Aha. Ja, hogy már sötét van. Aha, és akkor erre tudok kimenni. Jajjaj, jó napot. Remélem jó fele jövök, jó fele, oké. Okay. És akkor itt meg csapatunk mindjárt egy jobbos, balost. Ja, és akkor itt vagyunk, oké. Okay. Leszünk még egy-két dolgot. Nyitva vagyunk? Nyitva, jó. Oké. Okay. Nincs! 9-kor lesz nyitva! Oké, akkor tényleg haza kell mennünk aludni. Baszki, elvesztettünk még egy napot, ne már! Várjál, beállítások. Megjelent felbontás. Az már nem lehet állítani, hogy milyen hosszúak legyenek a napok. Ó, ne már! Jaj, hát akkor ez így kevés lesz. Na, menjünk haza aludni. Ez a leglényegesebb a dolgokban, hogy aludjunk. Meg reggel eszünk is valamit. 56% és 85% a megjöttünk a kapcsolatunk. Úgyhogy nagyon jó a kapcsolatunk a feleségünkkel. Ő ma biztosan alszik, menjünk fel, meg is aztán aludjunk vele. Nem. Hol vagy? Lili! Lili! Hello! Hol? Ja, hogy mosogatsz. Oké, okay, hello drágám. Figyellek téged, olyan gyönyörű vagy. Mosogatok, ne foglalj le. Oké. Okay. Oké, okay, megyek aludni, gyere az ágyba, végeztél. Hello! Megyek aludni, mert dolog van. Na, úgyhogy akkor aludjunk a mai megerőltetett munka után. Oké. Jó, megijön az összefoglaló. Jó, muszáj folytatnunk, gyerekek. Opá, jött egy e-mail, várjatok. Várjatok, hol a tablet? Árverés nyitva. Hopp, nézzük már meg, mi ez az árverés.
Oké, hello drágám, ma jövök. Hol van a zárverés? Az a... jó, menjünk arra, menjünk, mert itt van a zárverés. De melyik árverés? Hát nem itt volt valahol, srácok. Itt is van egy benzinkút, akkor már menjünk el az utca végéig, nézzünk körül. Ó, itt valami izét lehet venni. Puskát vagy pisztolyt. Ez itt micsoda? Nem mutatja, hogy hol az árverés. Minden szerdán. Szerintem ott jöttem emellette. Jó, ügyes vagy. 10 óra van. Hát elég jó megy az idő. Jaj. Aha, itt vagyunk. Oké, ez az. Igen. És akkor itt akkor mi van most? Ticket man. Ja, itt kell befizetni. Aha, na várjál. Várjatok. Nézzük meg az e-mailt, amit kaptunk. Milyen e-mailt kaptunk? Ma van a raktárháború napja, meg kell látogatnia. Jó, látogassuk. De mikor lesz? Vagy mikor kezdődik? Vagy hogy lesz? Mert nincs itt róla. Vagy ha befizetem és már megy is. Aha! Jó. Na lássuk. Igen. Igen, és akkor ide kell jönni, és licitálni az ajánlatnövelést, T, elhagyni az akciót, G, aukciót, bocsánat. 2000, ígérjünk rá. Uha. Jó, hát akkor ezt 3000, 3007, uha. Oké, az annyira elkelt. Vettem egy konténer. Mi? Az enyém lett a konténer? Nem áll. 2000. 2400-at adunk érte. 2009. Jó, hát nem verném el az összes pénzemet, úgyhogy egyelőre szerintem elég lesz nekünk egy. Na, ez mennyi egyébként? Jó, hát licitáljunk egyet erre is, hát hogyha... 2400, 2000, hát 3000-ig elmegyünk, na, egy a fene. Lássuk. Jó, többet nem adunk. Srácok, nem költenék most annyit, mert nem. Vettem NPC konténert, és akkor ezt én nem értem, mert én szerintem volt ennél nagyobb, volt a nekem, tehát nálam nagyobb ajánlat is volt az a konténerhez, akkor nem tudom, hogy milyen konténert vettem, de nem vettem szerintem semmiet, vagy hát nem tudom, hogy hol van egyáltalán ez az NPC konténer. Na mindegy, menjünk a boltba gyorsan, mert még akkor kell venni egy pár dolgot aztán. Az nem tudom, hol van ez a konténer. Lehet, hogy hazaszállították nekem? Vagy én nem tudom, ha egyáltalán vettem. Most ebben nem vagyok nagyon biztos. Na jó, majd megnézzük, kiderül előbb-utóbb. Na jó napot, nyitva vagyunk, ugye? Kérem, nyitva, hát. Na, hello Hanna! Akkor vennék egy-két bútort, mondjuk kéne... egyéb között mi van? Ja, ez jó. Kéne egy a tévé alá valami normális, ilyen komódszerű valami. Na
Jó, menjünk le sorjába. Azt mondja, hogy... Jaj, hát ilyen semmi normális shot nem látok egyelőre. Amire rá lehetne tenni a televíziót. Hát, vegyünk egy ilyet, mondjuk akkor. Erre rá tudjuk tenni, oké. Kicsi kis éjjeli szekrényt gondoltam volna. Úgy vásárolok még egy-kettőt. És akkor utána kiadjuk szépen a házunkat. A konyhába is kéne valami pult. Semmi választék nincsen. Igazából. Úgy látom. Na mindegy. Vásárlás. Oké, kávégépet is vennék, de mi a szarra rakom rá? Mikrót is vennék, de mire rakom rá? Nincs semmi normális palc, amire rárakhatnám. Jó, hát akkor egyelőre ennyi cuccnak tűnik a... Ez nagyon gagyin néz ki. Jó, vegyünk két ilyet, srácok, ez jó lesz éjjeli szekrénynek. Oké, meg akkor veszünk rá egy ébresztő órát, hogy az azért legyen. Jó, ennyi, köszönöm szépen, többet nem költenénk ma már. Úgyhogy akkor, jó, ezt elvisszük, berakjuk a tévészobába. Azt a két, az meg legyen két, mondjuk két éjjeli szekrény. Hát nem úgy tűnik, de mindegy, hát jobb nincs most nála. Na és akkor meg kéne már nyitni a bizniszt, mert már két napja megvan a lakásunk, és még mindig nem adtuk ki albérletbe. Oké. Zöld volt az, biztos úr, zöld volt. Hello, kutyus. Na, megjöttünk a 25-be. Oké, azt mondja, hogy akkor vigyük be először ezt a... mekkora egy szekrényes, hello. Be se férünk vele. Várjatok, hogy kell enneknél lenni. Ezt mindegy, letesszük ide. Ezt egyelőre ide, akkor ezt letesszük a falhoz. És akkor a televíziót meg rápakoljuk. És akkor mégis... Oké, na úgy néz ki, mintha kinézne valahogy. Na. Oksi, akkor vihetjük be a éjjeli szekrénynek álcázott akármi. Hát még majdnem jó is éjjeli szekrénynek, srácok. Csak fordítsuk meg. Oké. Másik éjjeli szekrény. Igen. Oké. Így? Nem így. Fordíts, de meg jófi. Így, yes. Oké, és akkor tegyük rá az ébresztő órát, az egy külön extra dolog. Na, van ébresztő is ám, nem fognak elkésni a munkahelyről, kérem. Fordítsuk így, ugye? Kicsit arra, hogy lássák az időt is, nagyon jó. Na, és akkor érez 3400 és 4100 közti értéket. És akkor most ezt tableten is meg tudjuk hirdetni. Kriptopiac, hát ott még azért nem tartunk. Jó, akkor menjünk haza, azt hirdessük meg. És kacok, hogy a 25-ös számú ház, az most éppen kiadó. Aztán már idő is van, mert este 8 van már. Vagy még nincs. Visszafele megy az idő, srácok. Bocsánat, de sietek.
Jó, tankolni is kell lassan. Várjatok. Ha már megint milyen koszos vagy kosz van itt, emberek. Papíros. Ez mi anyagos? Meg ez is papíros, valakit föl kell venni, gyerekek. Na. Oké. Na és akkor várjatok, hol tudjuk? Ez a könyvelő. Hello, végzett? Végzett a munkával? Nem tudom, mire könyveltem be, amikor még nincs is bevételem. Vagy mire vettem fel könyvelőt. Tablet. Web. Na. Képet nem csináltam róla. Ajajajajaj. Na. Szóval... adjam meg az árat, mondjuk legyen akkor 3990 naponta. Az még annyira nem is drága? Ó, akkor adjunk meg mondjuk 4199-et. Apá, így. Még az se drága? Akkor adjunk meg 4299-et. Oké, és kiadó természetesen. De kellett volna fényképet csinálni. Na mindegy, majd legközelebbiről. Oké, és akkor van itt. Itt van kint a hirdetésünk. Teljesen jó. A 25-ös számú ház, tök jó az a kis makett. Na és akkor meghirdettünk egy házikót, srácok. Menjek haza is aludjak. Oké, könnyű azt mondani. Na szóval nézzünk körül még ez a házunk itt. Oké. Nagyszerű. Ja, és itt van ugye a házunk mellett a... És ez akkor van nyitva, amikor nyitva van az ajtó, vagy hogy? Nem tudom. Na mindegy, ezt vigyük ide mindjárt ajtó elé. Egy, vagy jó látható helyen legyen. Holnap tudjanak jönni, érdeklődni a vevők. Nagyon jó. Várjatok. Együnk egy... Ezt hogy lehet megenni? Ja, dobd el, edd meg. Megesszük, 45%. Chipset. Is megesszük, a krumplit is megesszük. Meg ezt a kólát meg is isszuk, ennyi. Jó, és 93%-ra föl. 100% vagyunk, oké. Okay. Mehetünk, láttam már Lili fölment aludni. Ja nem, még csak dolgozik. Szia drágám! Beszélhetnénk később? Várok rád, mikor végzel? Dolgozom, mit akarsz? Kerestém a pénzt, odaadnád nekem? Oké, okay, $643. Oké, okay, hát persze. Zsír. Lenyújjuk az asszony minden nap, gyerekek. Aztán menjünk aludni. Ja, oké, okay, előbb-utóbb megunja, biztos. Kéne neki hozni valami ajándékot is, mert... Nem csak mindig nyújjuk le tőle a lóvét. Na, folytathatjuk, és akkor... Ma is itt van az árverés. Várjatok, e-mailem jött megint. Tablet, e-mail. Az új autó elérhető a márka kereskedésbe. Köszönjük szépen, de hát most egyelőre nincs pénzünk új autóra, srácok. Örülök, hogyha ki tudom adni az első házamat. Nem, mert megint milyen szemetes ez a dolog. Hát ki az Isten dobja itt el az üvegeket? Igen. Viszkis üvegek? Vagy milyen üvegek? Hopp! Valaki jött érdeklődni, hello! Oké. Okay. Jó lapot uram, parancsoljon. Köszi haver, mi a helyzet, miben segíthetek? Igen. 6 napra szeretnéd kivenni? Hirdetésben, igen, bérleti díj összege. 6 napra csak. Nem haver. Szevasz. Ennyiért nem. Ma mindjárt jön ez az öreg, látom, néz ide. Ez majd elviszi. És kicsit sietek. Hát ez engem sajnos nem érdekel, hogy te sietsz, vagy nem sietsz. Hoppá, 25 napra. Igen, ez már jó. Azonnal ki akarom bérelni. Azonnal elkészítem a bérleti szerződést. 25 napra, srácok! Elkelt az első házunk, és napi 4000-et hoz. Vagyis az majdnem $100,000 lesz. Ó, de
pacló. Na menjünk gyorsan, azt nézzük meg a vigyózást, ezt a, hogy hogy működik ez a zárverés, mert na most már kíváncsi vagyok. Valami olcsó, hogy nincs most? Nincs most. Akkor miért van ott, hogy árverés nyitva van? Ez nem árverés, hanem átverés! 19 ezer dollárunk van. Oké, srácok, hát akkor... Ja, és megkezdte a munkát a titkárnő is. Hello, hogy vagyunk? Hogy gépel anyám. Jó, elmegyünk valami kaját azért veszünk. Hogy itt tudunk venni? Vagy itt mit tudunk venni? Ja, tudunk venni végül is. Vegyünk egy kólát. Oké, azt vegyük egy sült krumplit, az múltkor is jó volt. Vegyünk egy chipset is, hogy tudjunk mit rágni. Meg akkor vegyünk egy... fánkot is. Oké. Nem. Ja, oké. És akkor ugyanezek vannak nálam. Most már nem vagyok éhes se. Na jó, srácok! Hát ez lett volna az Estate Agent Simulator első része. Ezt ki lehet nyitni? Nem. Továbbiakban körbe fogunk járni, most már béreltünk egy házat, úgyhogy dőlni fog a zsé is. És akkor, hát felfedezzük a játékot továbbra is legközelebb. Úgyhogy, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor jövünk a következő részekkel. És addig is, akkor vigyázzatok magatokra, jó? Na minden jót, sziasztok!